Üdvözlöm! A nevem dr. Budai László Károly, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germán gyógytudomány terapeuta. Orvosi és egyben emberi kötelességemnek érzem, hogy ezekben az időkben, amikor megváltozott körülmények miatt kiestünk életünknek a megszokott rendjéből, a jelenlétemmel, az eddig több mint 3 évtizedes terápiás tapasztalataimmal és a legjobb tudásom szerint támogassam embertársaimat. Ma, vagyis 2020. március 21-én én meghoztam azt a döntést, hogy mától kezdve a helyzet megoldódásáig kiemelten foglalkozni fogok a képzéseink hallgatói, illetve az összes germán gyógytudomány iránt érdeklődő embertársaim támogatásával, egészségfejlesztő, egészségmegőrző és pozitív gondolatokkal, tanácsokkal a tünetek megértésében és azok megoldásában. Ezért elhatároztam, hogy a mai naptól kezdve minden nap 21-től 22 óráig, naponta 1 órát, önkéntes alapon és teljesen ingyen az önök szolgálatába állok. A megváltozott életkörülmények, az otthonmaradás sok új kihívást hoz az életünkbe. Rengeteg munkahelyi konfliktuspont azzal oldódik meg, hogy leszállunk a sínekről, és most nem járunk be dolgozni, minden átértékelődik és megoldási szakaszba kerül. A megoldási szakasznak pedig hát vannak tünetei, és ha megfelelő ismeretek nincsenek meg, ezt a tünetet úgy gondolnánk, hogy valamilyen betegségnek az előjele lehet. Ilyen helyzetekben a panaszok még ijesztőbbek. Most pedig a legfontosabb dolog szerintem az, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat. A szorongás, a félelem, a pánik csak ront a helyzeten. A megváltozott körülmények miatt a médiában nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy most maradjon otthon. Mindenki kerülje a társadalmi érintkezés fizikai formáit. Így többen vannak olyanok, akik most azt érzik, hogy az otthonok fogságába kerültek. A bezártságérzés is az, hogy egyébként ilyen ritkán vagyunk ennyi időt együtt a családtagjainkkal, előhozhat olyan konfliktusokat, amelyeket jó lenne elkerülni, vagy ha már kialakult, megoldani minél hamarabb. Az egészségügyi ellátórendszerben orvosként dolgoztam 28 évet, tapasztalottam azt, hogy minden rendkívüli helyzetben az egészségügyi ellátórendszer egyre túlterheltebb lesz, és ilyenkor gyakran fordul elő az is, hogy pusztán félelemből olyan panaszokkal fordulunk orvoshoz, amelyek otthoni ellátással, pihenéssel, ágynyugalommal megoldhatók. A megváltozott körülményekre való tekintettel azt hiszem, hogy nem elég a minden kedden 21 órától tartott ingyenes germán gyógytudomány webkonferencia. Ezt felváltja a mai naptól a GNM online ügyelet, ami naponta jelentkezik 21 órától, amíg a helyzet nem változik. Vagyis azt érzem, hogy önöket azt szolgálná legjobban, ha hetente nem csak egyszer tehetnék fel a fórumon a kérdéseiket, hanem az lenne az önök számára a megnyugtató, a virtuális találkozásra naponta sor kerülne, naponta tudnánk kérdezni, és azonnal online választ is kapnának. Sok ember egyedül él, aki most különösen magányosak, magára hagyatottnak érezheti magát, hiszen nincsenek látogatói, nem tud emberek közé menni, és most őket különösen érinti a magányosság, elhagyatottság érzése, és talán a létkonfliktus is. Szeretném, ha ők is tudnák, nincsenek egyedül, én nem feledkeztem meg róluk sem, naponta igaz virtuálisan, de találkozhatunk. A germán gyógytudomány online ügyelet tehát mától kezdve a körülmények rendezőséig tart, minden nap 21-től 22-ig teljesen ingyenes, a belépés a weblap főoldalának alján lehetséges, a keddi webkonferenciák belépés gombjára kattintva. Minden eszközön elérhető, a Google Chrome böngészővel kép is, hang is lesz, én is azt használom. Várom szeretettel, kívánok önöknek békességet, nyugalmat, kiváló egészséget, viszontlátásra este 9-kor minden nap. Köszönöm.